Értünk a bababuliba. A kocsolai gyerekek örömmel látogatják a csicsergő foglalkozást, ahol amellett, hogy hasonló korúakkal tölthetik idejüket, számos új ismeretet is elsajátítanak, mondta el helyi óvoda intézmény vezetője. Ez a kezdeményezés 2017-ben indult, a védőnővel együtt alakítottuk meg ezt a csoportot, pont azért, mert láttuk, hogy igény van rá a kisgyermekes szülőknél, ugyanúgy a babáknak is, mint már a 2-3 éves korosztálynak. Ebből adódik, hogy ez 0-tól 3 éves korosztálynak szól. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a szülők ne legyenek magukba, tehát önmagukra hagyva, hogy lássanak más fejlődő gyerekeket is, egymással meg tudják beszélni a problémáikat, ne gondolják azt, hogy csak nekik van hasonló esetük, vagy hasonló problémájuk, hogy egymás közt ezt meg tudják beszélni. A foglalkozások úgy épülnek fel, hogy többségében mozgással, mondókázással, ölbeni játékkal, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerek és az anya kapcsolatát már itt is erősítsük, ugyanúgy, ahogy a szülés után következik ebből, hogy egymásra szükségük van. Bíztatom az anyukákat, hogy mindenkinek szép hangja van, mindenki nagyon jól tud verset mondani, és a gyerek szemszögéből az ő hangja a legszebb a világon, és ez bizony-bizony egészen sokáig felnőttkorig is szinte vinni kell tovább. A legfontosabb, hogy legyen kedve jönni, és hogy érdekelje ez az egész dolog, ami történik, és úgy gondolom, hogy aki egyszer eljön, ő mindig-mindig visszatér. Van egy mag, aki azért két hetente jár, vannak, akik kevesebbszer, sajnos a Covid itt ugye ezt megakadályozta, de most ugyanolyan lelkesedéssel és egész szép számmal vannak itt a gyerekek a szülőkkel, anyukákkal együtt. A foglalkozásokon való résztvevők száma változó, de ez nem befolyásolja, hogy két hetente a legkisebbek is közösségi életet élhessenek, ez pedig megkönnyíti számukra, majd az óvodai beszoktatás időszakát is. Akik 17-be kezdtek, ők ugye már elballagtak az oviból többsége, és nagyon nagy különbség volt, akik már ide jártak a csicsergőbe, megszokták ezt a légkört, tudták, mikor jönnek az oviba, hogy biztonságos helyre jönnek, jó helyre jönnek, hisz megismerkedtek az itteni játékokkal, tornaeszközökkel, egyebekkel. Megismerkedtek itt a dolgozók nagy részével, és nagyon önállóak voltak, amikor kezdték az ovit, úgyhogy nem csak a 0-1 éves gyerekeknek, hanem így az ovi kezdés előtt is én azt gondolom, hogy ez fontos. Minden korosztálynak megvan az a sajátossága, amire őnek is szüksége van, és ezt próbáljuk így átadni és biztosítani. A tematika az hasonló, igyekszünk azokat a mondókákat, dalokat ismételni, és mindig van új is természetesen, de ugye miután a korosztály függő, ezért igyekszünk felosztani 0-tól 1-ig, 1-től 3-ig. Még ugye a közösségi lét előtti történet, amikor még otthon vannak a gyerekek, és igyekszünk az anyukákat bíztatni arra, hogy ők is mondják otthon is ezeket a dolgokat, úgyhogy nagyjából így épül fel. Az első fél óra az egy kötöttebb dolog, és utána kötetlenebb foglalkozási eszközök vannak, amikor a gyerek saját maga választ játékot, de ugyanúgy vannak zeneeszközeink is, és ugyanúgy mondjuk tovább a mondókákat, dalokat, de beszélgetések is vannak. A szülők érdeklődési körének megfelelően próbálunk tematikát összeállítani minden alkalomra. Gondolok itt a mozgásfejlődésre, az étkezésre, a bármiféle probléma felmerül, hova lehet fordulni, kit lehet keresni, és így egymás közt is, és szakemberekkel együtt tudunk ebbe segíteni, amennyibe igény van rá. Azt szoktam mondani, hogy a mamáknak ez egy kardioedzés is, ugyanis látszik majd, hogy azért itt igen, a babákat ölbeveszik, ringatják, tornáztatják, ez a mamáknak is úgymond ez egy mozgásforma, és bizony ők is azért a végére kellemesen elfáradnak. A gyerekek néhány foglalkozás után barátságossá nyitották kezdeményezővé, az egyszerű ritmus hangszereket használni tudó kisgyerekekké válnak, és mindezt játékosan, észrevétlenül, direkt tanítás, vagy bármiféle kényszer nélkül érik el náluk, hangsúlyozta a település védőnője. Én nagyon szeretik egyébként az anyukák, szívesen jönnek, van, amikor többen vannak, van, amikor kevesebben, most nem olyan sokan, pici falu, mégse ismerik egymást az anyukák, úgyhogy én azt szeretem a legjobban benne, hogy olyanok is összetalálkoznak és összebarátkoznak, akik egyébként nem. A gyerekekről nem is beszélve, hát ők, akinek nincs testvér, az itt lát gyereket, úgyhogy ez a legnagyobb haszna, én azt gondolom. Ezt eddig is tudtuk a Covid előtt is, hogy a szocializáció az milyen fontos a gyereknek, hogy társak legyenek, ahol nincs testvér, ott és a Covid bejött, ez nagyon-nagyon látszott rajtuk. Tehát egy 6 hónapos gyerek meg rémült a felnőttektől szinte, mert boltba se jártak, tehát hogy nagyon-nagyon fontos.
A Covidnak ez is a haszna talán, hogy erre rádöbbentünk, hogy mennyire jó ez nekik, hogy látnak másik gyereket. Az anyukák is nagyon sok új dolgot tanulnak. Van, aki otthon is sokat foglalkozik, ilyen mondókázással, tornával, de mindig tanulnak újat, és nagyon örülnek neki. A dalok éneklése közben fejlődik a gyermek hallása, éneklési készsége, ritmusérzéke. A játékos kiszámolók, höcögtetők, mutogatós mondókák, ölbelovagoltatók, új kéz- és arcjátékok, vagy éppen táncoltatók a gyermekek megfigyelő készségét, emlékezetét és figyelmét is fejlesztik. A foglalkozások hatására fejlődik a gyermek memóriája, bővül a szókincsük, jókedre deríti a gyermekeket és mellette a szülőket is.